A helikoni ünnepségek a dunántúli középiskolás korosztály nagy hagyományokkal rendelkező, két évente megrendezésre kerülő keszthelyi kulturális seregszemléje, ahol a diákok iskolai keretek között 20 művészeti kategóriában szakértő zsűri előtt mérik össze tudásukat. Ennek kvázi főpróbáját tartották meg most. Nagyon sok kategóriában, 10 kategóriában indul az intézmény, balettosok, könnyűzenét éneklők több formációban, az iskola két kórusa, a vegyes kórus és a német nemzetiségi kamara kórus, hangszer, szólók, zeneiskolai művésztanárok felkészítésében, és a Bartina néptánc együttes garaista diákjaiból alkotott csoport mutatkozik be. Mint azt az oktató is kiemelte, nagy jelentőséggel bír ez az iskola és a diákok életében is, hiszen nem művészeti iskoláról van szó, mégis ilyen népes csapattal képviseltetik magukat a rendezvényen, amit április 25 és 27-e között tartanak Keszthelyen. A garais diákoknak ez nagy szó, hogyha eljuthatnak a Helikonra, és őket választják ki, mint a gimnáziumot képviselő diákokat, hogy megmérettessék magukat az ország talán egyik legrangosabb művészeti versenyén. Az iskola igazgatója ünnepnek nevezte az eseményt, hiszen a rengeteg munka után jól esik azért az ismerős közegben is vastapsot kapni. Minden egyes ilyen egy óra belőlünk ünnep, a művészetek ünnepe, és azt hiszem, hogy a mai ünnepnap, vagy ünnepi alkalom, maradjunk inkább ennél a kifejezésnél, kiemelt az eseménysorozat sorában, hiszen ugye a Helikon két évente kerül megrendezésre, mindig egy nagy kiemelt kulturális művészeti rendezvény. Mindez egyértelműen azt mutatja, mennyire színes az intézmény művészeti oktatása.